Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél Mbumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban hoztam nektek egy újfajta tartalmat, hiszen arra gondoltam, hogy nem mindig csak ilyen draftos gameplayek legyenek már a csatornán, ezért láttam, hogy van valamilyen Food Birthday Cup nevezetű dolog, amit tulajdonképpen én már elkezdtem, és játszottam rajta, azt hiszem talán 7 győzelmem van, viszont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha az utolsó 3 darab mérkőzést felvenném nektek videó keretein belül, illetve megnéznénk azt, hogy egészen pontosan milyen rewardot is kapunk ezért. Nem garantálom, hogy az összes csomagot ki tudjuk nyitni, hiszen én most folyamatosan gyűjtöm a csomagokat, és a store-ban van körülbelül 100 plusz pak elrakva, viszont megnézzük, és akkor a 3 mérkőzést lejátsszuk, aztán meglátjuk, hogy ebből milyen tartalom lesz. Úgyhogy vágjunk is bele a Food Birthday Cup-ba. Jelenleg ugye ezzel a csapattal játszom, ennek az az oka, hogy ugye nem tudsz 90, mit tudom én, hanyas játékost, azt hiszem 89 pluszos játékost használni a kezdő 11-ben csak egy darabot. Ja, egyébként ott oldalt írja, és nagyjából ennyi, meg 2 darab lón játékosod lehet maximum. Nyilván cserében lehet itt ügyködni, tehát be tudod hozni őket mondjuk a cserepadról, de én nem nagyon szoktam ezzel bohóckodni, viszont akkor lássuk is az első ellenfelünket, hogy milyen csapata lesz. Milyen tímed van, tesó? Stoichkov, Alovairan. Hát itt még Messit hozhat be, Ronaldót. Ja, van neki 96 Ronaldója, az not bad. A zseni! Nagy labda! Kihagyom. Az már nem lesz a miénk. Basszus. Az kis labda. Mbappé! Nagyon okos! Mennyire finom volt az ott. Kellett az a kis borról ott. Nagyon-nagyon. Fú! Labda! Gól! Így is van. Hát azt nagyon oda tettük a Mbappéval. Küllő Babettet előhívtuk, gyerekek, a farzsebből. Kapus. Az jó volt. Az gond? Hát igen. Miért oda? A szélére nyomom. Szuper, 3-2. Anyád. Gól. Geci, miért kapok ki fogalmatlanoktól? Meg is van, srácok, az ellenfelünk, nézzük a csapatát. Dembélé, az nagyon nagy papír lett volna. Semmi. Hallod, rúgd bele, bazd meg a saját játékosodba, te agyoniskolázott. Gól. Így van. Gyönyörű Dembélé. Geci, rúgd már ki! Gól. Így van, Mbappé! Odahúzom a kapust. Fölösleges. Az igen! Semmi, bazd meg! Hol? Így van, Mbappé! Nagyon szép. Ezt várjuk el, tesó. Mbappé! Gólig! Bazd meg, de rúgjuk be ezeket. Gólig. Így van, Mbappé. Nagyon okos, bazd meg. Nagyon-nagyon okos. 4-2. Gyönyörű. Mbappé, gyönyörű! Mbappé! Ezt hogyan lehet kimisszálni, tököm? Mbappé végig. Kisfiam. Sárga lap! Az nagy. Akkor ezt basszuk be. Kösz. Ez sárga lap, értitek? Ez sárga lap.
Semmi. Anyád? Az hogy? Hát megnyertük a meccset, de hogy rúgta az be a Simon onnan? Te onnan? Ne, hát ez valami power shot lehetett, vagy nem tudom. Szép volt, GG, never mind. Megnyertük, az a lényeg. Három meccsünk maradt hátra, let's go a következőre. Elvileg kettőt kell még megnyernünk, és akkor kész van az összes. Alfonso Davies. Tolod, Bappe, közép, bead, fejes, úgyis jó, gól. Gyönyörű. Köszi, Dembélé, állat vagy. Jó, fél idő. Hát 1-0-ra vezetünk. Nem mondom, hogy egy extra ellenfél. Szerintem azt a meccset ezt húzni kell. Én úgy érzem legalábbis. Úgyhogy vamos! Húzzuk be ezt a meccset a faszomba, azt. Húzzunk a következőre, azt legyen meg a 10 win. I'm done. I'm absolutely done, bro. Tehát, hogy... Engedjük el, megyünk tovább. Lepasszolja, és gól. Nem akarom elhinni a háttal a gyerektől, ki fogunk kapni, de ezt most halál őszintén mondom nektek itt. Gól. Így van, Bappe. Nagyon kellett. Kicsit átfojtunk, de hát ez benne van sajnos. Játékba. Ott öreg biztos... Mit csinál?! Ez a játék, ez teljesen hülye. Ez teljesen hülye. Hát be akartam adni a labdát, és ő meg átemelést csinál. Gol! Így van! Rafinha! Nagyon nagy meglátás volt, fiúk. Nagyon-nagyon nagy meglátás volt, kellett. Az se kisebb! Rövid! Ben van. Eldöntjük. Gravenberg nagyon nagy. Azért még belövi. Nem baj. Meg lesz ez a meccs. Megvan ez is. Még azt hiszem egy darab győzelem, az megvan a 10. Azt mondja, hogy... Food Birthday Cup. 9 winünk van, még egy kell a 10-hez. Na, valaki elindul szerintetek? A Dembélé elindul, Dembélé mennyire, hogy elindul? 1-0! Nagyon nagy gól. Óriási misztek. Dembélé kétlábas, be is lövi. 2-0. Nagyon kellett, szép. Közép is jó. Ref. Nagyot megy. Az nagyot megy. Dembélé! Szerintem ott a kövi. De még lehet ott! Azt a kurva, mit szedett ki. Kaká! Kimarad! Davies! 3. Nem akar kilépni. Bemegy. Baszki. Megvan. Hú! Az az offside trap, az nem túl okos. Bappe! Ki kell használni? De nem tudom. Miért nem próbálom meg eltolni a kapus mellett amúgy? Az komoly volt. Köszi! Hát ez a gyerek, ez teljes kasú amúgy. Nem akarom megbántani, de teljesen hülye, amit csinál, amiket csinál, tehát. Gól! GG! Megvagyunk srácok a 10 darab győzelemmel, megnézzük, hogy megkapjuk-e a store-ba a Foot Birthday Packet. Ha megkapjuk, akkor kinyitjuk, ha viszont nem kapjuk meg, akkor majd egyszer egy pack opening videó alatt, vagy stream alatt ki fogjuk nyitni. Természetesen nézzük akkor hát, és megkaptuk a Foot Birthday Packet, csak az a kérdés, hogy vajon benne lesz-e a store-ban, vagy sem. Ha nincs benne a store-ba, akkor rip. Hány darab csomagunk van egyébként? 121. Hát nincs. Bros, ez bizony nincs benne. De azért a silver pakkokat lenyitom és megnézzük hát, hogyha
a mögött lapul a bohóc. Ezek a silver pakok egyébként azok a kihívások, amiket tudjátok, draftban játszottam, és mondjuk az első meccset elbuktam. Olyankor adja be ezeket a silver pakkokat. Hát nem. Úgyhogy srácok, ez valamikor később lesz sajnálatos módon kinyitva, ugyanis annyi pak van eltéve a sztorba, hogy már megint nem látjuk, én meg Footbirthday-es csomagot nem akarok most webappon keresztül kinyitni nektek, mert dögunalmas lenne, nem látjuk, hogy milyen zászló, milyen walkout, meg a tököm. Úgyhogy, hát ennyi. Ennyi ez a mai videó. Én remélem, hogy azért nagyjából élvezhető volt, nyilván nem egy ilyen Weekend League szintű videó, de úgy vagyok vele, hogy nem mindig csak draftos tartalmak legyenek már a csatornán, ezért fogok nektek majd egy-kétszer ilyen tartalmakat is gyártani. És ha így van, hogy tetszett, mindenképp jelezz egy lájkkal, illetve ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Bármilyen videós ötlet pedig jöhet a komment szekcióba, mert ezekből szoktam mazsolázgatni, hogy mik is legyenek a csatornán a következő időszakban. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, ciao, szevasztok!